Kölkedi Krisztiánnal beszélgettünk a Pannonhalmi Nagykanizsai kampuszán. Az elmúlt hétvégén lezajlott az első nemzetközi hackathon Magyarországon, ami tulajdonképpen a kreatív ötletgyár elnevezést akarja, vagy foglalja magába. Az első kérdés tulajdonképpen az lenne, hogy arra válaszolj kérlek, hogy hol találkoztál magával a felhívással, illetve milyen elvárásaid voltak, mielőtt beregisztráltál volna résztvevőként erre a rendezvényre. Először Facebookon, aztán Ustream-en, aztán 13 000 különböző e-mailben, amik kb. Napi 3 jött belőle. Azért kellett egy hét, mire eldöntöttem, hogy jelentkezek-e vagy nem, de nem bántam meg, hogy jelentkeztem. Mi inspirált arra, hogy jelentkezzél? Voltak esetleg ötleteid ezzel kapcsolatosan, amit szerettél volna itt a többiekkel megosztani? Megmondom őszintén, már a felhívás is érdekes és figyelemfelkeltő volt. Majd utána, amikor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy milyen lehet egy ilyen, még sosem voltam. Hát, hogyha az ötletemet megmutathatom, annak lehet, csak pozitív kimenetre lehet. Gondoltam, megpróbálom. Érdekes, miért nem volt ilyen. Ugye voltak olyan előrejelzések így az előző hekatonokkal kapcsolatosan, mert ebben az évben, ha minden igaz, ez volt a hetedik, viszont egyben az első nemzetközi is, hogy nyilván itt azért 30-40 darab ötlet úgy biztonságosan bekerül a nagy kalapba, de természetesen ugye a két nap folyamán nem kerül minden ötlet kidolgozásra, azt egy szakmai zsűri dönti el, hogy melyik ötletet célszerű továbbvinni. Hogy álltál hozzá ez a kérdéshez, hogy adott esetben a te ötleted nem kerül be, mennyire érezted volna magad kicsit így letargikusnak, az első elgondolás alapján ugyanúgy szívvel lélekkel tudtál volna odaállni másik emberek ötletéhez, hogy becsatlakozzál a munkába, mert ugye itt azért két napon keresztül kőkeményen csoportban zajlott a tevékenység, illetve a munka. Mivel csoportjátékos vagyok, ezért nem számított volna, hogyha nem kerül be az ötletem, bármilyen csoportban jól éreztem volna magam, és próbáltam volna a legtöbbet hozzáadni az adott ötlethez. A lényeg a verseny volt, és az, hogy együtt dolgozzunk, együtt ötleteljük, és valami újat hozzunk létre, ami hogyha lehetséges, akkor legalább dobogós lesz vagy nyert, de hogyha nem nyert volna, akkor se lett volna semmi, mert maga az élmény és a két nap volt a lényeg. Tulajdonképpen volt is ötleted, ebből azt lehet leszűrni, akkor kérlek, oszd meg velünk, hogy mi volt ez tulajdonképpen. Az ötletem egy olyan mobil applikáció, vagy egy olyan alkalmazás kifejlesztése volt, ami szinte bármelyik embernek lehetővé teszi azt, hogy saját maga egy kis rendezvény szervező irodát hordozzon a zsebében. És izgultál, mielőtt kiálltál a közönség elé, hogy megoszd ezt az ötletet egy percben? Mit vártál, milyen fogadtatásban fog részesülni? Mert azért nyilvánvalóan már sok-sok ötlet elhangzott előtte. Megmondom őszintén, hogy ha izgultam is maximum egy picit, mivel hogy az elmúlt egyetemi évek alatt már rengetegszer volt lehetőségem sok ember előtt prezentálni, úgyhogy nem voltam lámpalázas, de nyilván azt, hogy hogyan fogadnak egy egyedi ötletet, az a kíváncsisága bennem volt. Hát hála Istennek jól fogadták, mint kis meglepetésre be is került az első 10 ötletbe, és hát a csapat munkának hála, dobogós helyett második helyet szereztünk az ötlettel. Szóval nemzetközi aspektusát hogyan ítéled meg? Jó volt, hogy vegyes volt a társaság, hogy ugye a kommunikáció az azért magyarul folyt, de nagyon sok esetben angolul is. Te magad is angolul ugyanúgy prezentáltad az ötletedet, hogy ugye az idegen nyelvű hallgatók is értsék, hogy miről van szó. Valamilyen szinten kényszerítve érezte magát az ember, hogy beszéljen angolul akkor is, hogyha nem kötelező, hiszen ez valamilyen közös nyelv, amit mindegyik résztvevő használ és megért. És egyrészt gyorsabban, folyékonyabban mentek az események, amikor mindenki megpróbált angolul kommunikálni. Egy rendkívül jó gyakorlás is lehetett ez az üzleti nyelv terén is, hiszen nem kevés szakszót kellett ebbe a másfél napba megtanulni, elsajátítani, hogy valaki egy 3 perces előadást meg tudjon csinálni a saját ötletéről angolul. Nyilván nem volt az a feszített dolog, hogy mindenképpen kellett ezt csinálni, de én élveztem, és szerintem a csapatom is. És a csapatok azok hogyan szerveződtek? A program úgy zajlott, hogy a 31 összejött ötletre mindenki egységesen oszthatott 3 pontot, és a legtöbb, azt hiszem 14 legtöbb szavazatot kapott ötlet került be a második fordulóba, hogyha lehet így fogalmazni, és innentől fogva már azoknak az ötleteknek a tulajdonosai, akik bekerültek, eldönthették, hogy hány fővel szeretnének együtt dolgozni. Azt hiszem, hogy kikötés volt, hogy 3 főnek minimum kellett lenni egy csapatban. És milyen hangulatban zajlott ez az elmúlt 2 nap? Nagyon jó hangulatban zajlott, ezt állíthatom. A közös beszélgetések, ötletelések, az esti pizzázás és
korsósör melletti brainstorming meglehetősen új és szokatlan, de nagyon jó élmény volt. Főleg, hogy Horvátországból és Maláziából is voltak versenyzőink, ezért azért elég vegyes és színes társaság volt. Szerintem mindenki élvezte, én csak mosolygó embereket láttam ebben a másfél-két napban, úgyhogy... Voltak itt nemzetközileg elismert mentorok is, akik segítették a munkát. Gondolom, hogy igénybe is kellett vennetek a segítségüket, ugye így az ötlet kidolgozásának a folyamán. Milyen mértékben tudtak ők nektek segítséget adni, vagy támaszt esetlegesen felmerülő kérdésekben? A mentoroktól nagyon sok segítséget kaptunk, mind az egyes fázisaiban az ötletek előkészítésének, majd a megfelelő prezentációban. Ahhoz, hogy elérjünk magához, ahhoz, hogy egy ötletből a végén egy majdnem teljes üzleti tervvel kidolgozott és piacra építő, eredményes kivitelezés előtt álló ötlet legyen és kiforjon, ahhoz nem csak a csapat munkájára volt szükség. Rengetegszer volt, hogy odaültek mellénk, mondtak két-három hasznos mondatot, ha kérdeztünk tőlük, akkor bátran is mindenfajta tabu nélkül válaszoltak olyan kérdésekben, amiben a csapatnak még nem lehetett tapasztalata. Volt, aki ha volt 5 percig, 6 percig ott ült az asztalunknál, és elmondta a véleményét magával az ötletről, személyesen is elmondta, hogy ő mit csinálna másképp, mi az, ami nagyon jónak lát. Szerintem ez teljesen jó volt. Itt azért 7 egyetemnek a hallgatói képviseltették magukat, és ugye külföldi egyetemek hallgatói is megjelentek. Jól tudtatok együtt dolgozni azokban az esetekben is, amikor például vegyes csapatokban folyt a munka? Voltak esetleg nyelvi akadályok, illetve le tudtátok-e azokat küzdeni? Mivel hogy egyikünk sem használta a saját nyelvét, mindenkinek egy harmadik közös nyelvet kellett használnia. A legnépszerűbb nyelv a földön, mint már tudjuk, a bad English. Mivel mindenkinek ezt a bad English-t kellett használnia szinte kényszerűen is, ezért az elején, hogyha voltak is akadályok, azok is viccesek voltak. Hát ugye az első este pizzázós, sörözős, nyelvi korlátokat ledöntős este után már szerintem a második napra teljesen megtalálták a közös hangot a csapatok. A végső prezentáció az hogyan zajlott? A végső prezentáció előtt nagyjából egy másfél órával egy próbát tehettünk arra, hogy milyen lenne az éles prezentáció, akkor még ott osztottak meg velünk tippeket, trükköket, hogy mivel lehetne ezt még jobban csiszolni, és a legvégén egy 7 tagú zsűri előtt kellett élesben prezentálni, majd a zsűri pontozása után kihirdették a 4 úgymond külön díjast, azokat az ötleteket, amik nem lettek dobogósak, de nagyon ötletesek és találóak voltak ahhoz, hogy lássák annak a megvalósulását, majd utána a 3 dobogóst hirdették ki. Személyesen te mit mondanál, mi volt az a plusz, amit te kaptál azáltal, hogy részt vettél ezen a kreatív ötletversenyen? Hát mindenek előtt ezt a 2 hihetetlen jó hangulatban telt napot, rengeteg új ismerőst, és hát magát az ötletelést, ezt a másfél nap intenzív és megállás nélküli brainstormingot, ahol olyan embereknek az ötleteit hallgathattam meg, és olyan embereknek mondhattam én el az ötleteimet, akiket előtt a nap még csak nem is ismertem, másnap mégis úgy beszélgettünk, mintha már több éve barátok lennénk. Mit üzennél a jövő hekatonistáinak, akik még előtte állnak az ilyen jellegű megmérettetésnek? Ne higgyétek azt, hogy egy kis ötletre megvalósíthatatlanak tűnő ötlet nem lehet jó. Itt is volt példa arra, hogy valaki 5 perc előtte ugrott be neki egy brilliáns ötlet, aki amúgy döntőbe is jutott vele, és előtt 5 perc nem gondolta volna, hogy ez akár a megosztást is megéli, másokkal való megosztást is megéli. Ne adjátok föl, hogyha vannak ötleteitek, nevezzetek egy versenyre, és próbáljátok ki, bármi kis jöhet belőle. Köszönjük szépen az interjút! Én köszönöm!